darkness lies heavy, night is too long. You need a shoulder you can lean on. Call me. Jó estét kívánok, kedves nézőink, dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai Mit érzel című műsorban immár negyedik alkalommal fogunk olyan témákról beszélni, ami reményeim szerint felkelti az önök érdeklődését, ha nem is abban a formában, ahogy mi azt reméltük, hogy égni fognak a telefonvonalak, de mindenképpen olyan mai abszolút aktuális témákhoz kapcsolódóan próbálunk elmélkedni, ami eligazítást adhat a mai igen bonyolult élet közepette, nevezetesen abban, hogy egy keresztény, ebben a pillanatban ne fokozzuk, hogy ez egy jó keresztény, átlagos vagy kevésbé jó keresztény, hogy tudja megélni a kereszténységet abban a közegben, abban az ellenszélben, ami mindnyájunk tapasztalata szerint naponta körülvesz bennünket. Az eddigi három adásban mindháromban olyan témákról beszéltünk, ami meglehetősen frusztrál egy keresztény gondolkodású embert. Az eutanázia, a gender program mind olyan téma volt, amiben viszonylag könnyű egy keresztény szemléletű embernek eligazodni. Ám de, hogyha emlékeznek talán azok a kedves nézők, akik elmúlt alkalommal megtiszteltek a figyelmükkel, legutóbb egy magyar film kapcsán arról beszélkedtünk, elmélkedtünk, hogy hol van az Isten országa, milyen az Isten országa, és e között és a látott film között vontam párhuzamot, ami hát finoman szólva nem harmonizált egymással, és a párhuzam vonáshoz segítségül hívtam John Cavanagh, nem tudom, hogy jól ejtem-e a nevét, Amerikában ezelőtt 2 évvel meghalt jezsuita szerzetes papnak a könyvét. Úgy gondolom, hogy a műsor érdekességét úgy tudjuk fenntartani, hogyha ilyen típusú mondani való segíti a kedves nézőket az eligazodásban. Most már nem ennyire szélsőséges esetekről szólva, hanem, és majd itt mindjárt segítségül veszem a napi újsághírek egyikét, másikát, amik már bonyolultabb meggondolást igényelnek, hogy vajon a keresztény etika, a keresztény gondolkodás szempontjából most hová is tegyük őket. Különösen akkor, amikor valahol mindegyik példában az lesz a közös, ennyit elárulhatok előre, hogy valahol frusztrál és irritál minket. És ez advent indulásakor nem jó. Ugye vasárnap, advent első vasárnapja lesz már, a felkészülés karácsonyra, ami egy abszolút békét, befelé fordulást és felkészülést igényel. És nagy lecke, hogy a külvilágnak ezeket a kihívást jelentő problematikus jelenségeit hogy tudjuk lekezelni. Én bele is vágok mindjárt a néhány példa közül az elsőbe. És amikor mind a négyen átmentünk, egy kis rövid értékelést követően, mind a négyet, egyet-egyet követően, akkor a végén összefoglalva megpróbáljuk reményem szerint közösen kitalálni azt, hogy mit tehetünk ellene, mert hogy ellene valamit tennünk kell, az biztos. Mi a rendelkezésünkre álló eszköztár, mi a gyógyszer. Annyit még elárulhatok megint a följáróban, hogy van még további közös vonás a példák között. Hasonlóan az eutanáziához, abortuszhoz, genderprogramhoz, vagy akár a prostitúcióhoz, ezek a most említendő példák abban még közösek, hogy törvényesek, tehát egyáltalán nem törvényen kívüliek, a jogi értelemben véve törvényes jelenségekről van szó. Talán azt lehet mondani, hogy annál is inkább frusztrál bennünket, hogy
érezzük azt, hogy egyfelől a törvényes igazság megvan, létezik, de az nem ugyanaz, mint amit a belső lelkiismeretünk diktál. Nos, nézzük az első példát. A Magyar Nemzet november 22-i szombati számában éppen egy aktuális tudósítást olvashattunk a devizatörvényekről. Ez ma rengeteg embert érint, és ennek bizony van színe és visszája is, ahogy a műsor alcíme sugallja, tehát bőven tudunk mit beszélni róla, amikor ezt megpróbáljuk értékelni. Egy pár sort és gondolatot idéznék akkor, ahogy ezt ígértem a cikkből, utána megpróbálnám én egyfajta keresztény megközelítésben értékelni, és ezután, de azt még én akkor jelezni fogom, mindjárt lehetőség nyílik majd arra, hogy ki, ha kedve támad, vagy belső késztetést érez, hogy ezzel kapcsolatos gondolatait elmondja, akkor azt elmondhassa. Most a műsor elején azért elmondom ezzel kapcsolatban a műsor telefonszámát, ami 061-es, 808-95-55-ös telefonszám, és ez némileg a korábbi műsorokhoz képest annyiból eltérés, hogy itt menet közben már be lehet kapcsolódni a közös gondolkodásba, adott esetben a vitában, nem kell természetesen egyetérteniük sem velem, sem egymással, hiszen éppen azért hozom ezeket a példákat, hogy kíváncsi legyek, mindannyian kíváncsiak vagyunk arra, hogy ki hogy gondolkodik ezekben a nagyon fontos kérdésekben. Most tehát a devizatörvényekről tárgyalt a parlament. Betartja a kormány, amit ígért. A devizahitelek törlesztő részletei 25-30%-kal csökkennek, szögezte le tegnap, ez a szombati szám. Trócsányi László igazságügyi miniszter azon a tájékoztatón, ahol Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel együtt ismertették a FER bankokról és a forintosításról szóló törvények tervezeteit. Trócsányi László elmondta, hogy a tartozások és a havi törlesztő részletek csökkentéséről az elszámolásról szóló törvények gondoskodnak majd, míg az árfolyam változások káros hatásainak megszüntetését a forintosítás, a törlesztő részletek szinten tartását pedig a FER bankokról szóló jogszabály biztosítja. Belül folytatódik, a miniszter a forintosításról szóló törvényjavaslatról elmondta. Meghatároztak egy minimum és egy maximum kamatfelárat. Az előbbi 1%, az utóbbi pedig a lakáshiteleknél 4,5%, a szabad felhasználású hiteleknél 6,5%. Trócsányi László szerint a hitelezésben zajló változások eredményeként hasonlóan jól járnak az adósok, mintha a kölcsönüket 190 forintos frank árfolyam mellett forintosították volna. A kúria jogegységi döntése kimondta, hogy az árfolyam kockázatot az ügyfeleknek kell viselniük. Ez pedig korlátozta a kormány mozgásterét az átváltási árfolyam meghatározásánál, fűzte hozzá Varga Mihály. Hangsúlyozta, a kormány azzal számol, hogy a több mint 400 ezer jelzálog alapú devizahiteles döntő többsége a forintosítás mellett dönt, így megszabadul a változó árfolyam kockázatától. A Portfolio.hu számítása szerint összességében 30%-kal is csökkenhet egy átlagos adós törlesztő részlete. Itt három párt még méltatta ezt a devizadósokról szóló törvény aktuális állását. Ennek a felolvasásától én most eltekintenék, mert jobban érdekel bennünket, hogy keresztény szemszögből ezt a napi életünket oly annyira befolyásoló törvényjavaslatot, hogy értékelhetjük. Nos, első látásra a kormány igen nagy áldozatokat hozva segíti meg a devizahiteleseket. Egy-két számot az érthetőség miatt el kell óhatatlanul mondani, anélkül, hogy untatni kívánnám a kedves nézőket. Ugye ennek az első menetében már májusban eldöntötte a törvénykezés azt, hogy bizonyos korábbi szerződéses feltételeket tisztességtelennek minősített.
Tisztességtelennek minősítette a kúria azt a szerződéses feltételt, hogy az eladási és a vételi árfolyam két értéken való szerepeltetése, tehát nevezetesen, hogy ebből a kettősségből haszna származott a bankoknak, ez tisztességtelen, és az ebből származó hasznot a bankoknak vissza kell fizetniük az ügyfeleknek. A másik kitétel az volt, hogy az egyoldalú kamatemelést minősítette tisztességtelennek a kúria, és az azóta megjelent elemzések arról szólnak, hogy összességében az egyes adósok mintegy 25-30%-os mértékben kapnak visszatérítést a tartozásukból, illetőleg ennyivel csökkentik a hátra lévő törlesztő részletet. Nézzük meg egy picikét részletesebben ennek a hátterét. Ugye 10 évvel ezelőtt elindult ez a konstrukció, ami az elején nagy húrá hangulatot eredményezett, mert hiszen drasztikusan jobb feltételeket kínált, mint az akkori forinthitelezésnek a kamata. De miért is? Azért, mert a akkori 2000-es évek elején kormányzó kormány megszüntette azt az államilag támogatott kedvezményes hitelt, itt most döntően természetesen lakáshitelekről van szó, ami 2-2,5%-ban volt rögzítve. És ezek után piaci kamatozásúra változtak a forinthitelek, és természetesen az embereket könnyen rá lehetett beszélni arra, hogy akkor hurrá, vegyék igénybe a deviza alapú hiteleket. Ez olyan, mintha valaki a vidéki vityillóját, vagy éppen a lakását, ha van egy fölösleges, kiadja bérbe, és úgy állapodik meg a szerződésben a bérbevevővel, hogy a bérleti díjat valamilyen devizához kötött árfolyamon kéri rendszeresen. És ez akkor is így van, hogyha az ő zsebébe egy lyukas euró vagy svájci frank sincsen. Idáig már nem ment el a jogvita az elmúlt időszakban. Mindössze a szakértők egyes köreiben támad kétség afelől, hogy egyáltalán a hitelező bankok rendelkeztek-e azzal a devizatartalékkal, aminek az átváltásából a vételi és az eladási árfolyam különbségekként tetemes bevételük, pótlólagos bevételük származott. Első látása ennek a visszatérítése tehát kedélynyugtatónak tűnik. Nézzük meg azonban azt, hogy emlékeim szerint 2003-ban lódult neki ez a deviza hitelezés. Az akkori 2000 milliárd forint körüli lakás célú devizahitelezésnek a nagysága 10 év alatt, nem egész 10 év alatt, 8 év alatt 8000 milliárd forintra növekedett, tehát a négyszeresére. A bankok nyeresége ez alatt az időszak alatt adózott nyereségben elérte a 2000 milliárd forintot. Adózás előtti nyereségük pedig a 2500 milliárd forintot. A kettő különbsége az, amit befizettek a költségvetésbe társasági nyereségadó címén. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ebből az egyébként, és itt lehet mindenféle csúnya jelzőket mondani, én most megelégszem annyival, hogy rossz termék, ebből a rossz termékből származó hasznot megosztották az állammal. Tehát az állami költségvetés is részesedett ennek a hasznából, természetesen a nyereségadó százalékos mértékének megfelelően, ami ez alatt a 10 év alatt változó mértékben ugyan, de 15-20% körül között mozgott, és ebbe természetesen nincsen benne az utóbbi években a bankokra kirótt úgynevezett külön adó, mert hiszen az a mögött nem a devizahitelezésnek a bevétele állt. Végül is most már talán megjósolható, mire szeretnék kiukadni.
Ebben a pillanatban a közlemények arról szólnak, hogy a kúria által két tényezőben tisztességtelennek minősített feltétel miatt az adósoknak visszajáró törlesztő részlet mértéke 25-30%-kal csökkenti az ő kötelezettségüket. Ugyanakkor az árfolyam, mondjuk svájci frank esetén 10 év alatt körülbelül 150 forint per svájci frank árfolyamról, nagyjából 260 forint per svájci frank árfolyamra változott, aminek következtében, figyelembe véve, hogy a törlesztési kötelezettség kamatos kamatszámítás alapján történt, több mint 100%-kal növekedtek meg a törlesztő részletek. Tehát ha 10 évvel azelőtti szintet 100%-nak vesszük, akkor több mint 200%-ra nőtt a törlesztő részlet. Ebből kapnak most vissza az adósok 25-30%-ot. És akkor mi van a többivel? Hát a sorok között olvashatjuk itt a tudósításban, hogy ne várjunk semmi többet, mert hiszen ez olyan, mintha 190 forint per svájci frankos árfolyamon törlesztenének most az adósok, vagyis a 150 és 190 forint közötti árfolyam vesztességet a adósokra hárítja ez a rendelkezés. Hivatkoznak a kúria jogegységi határozatára, hogy a kúria nem tartja piackonformnak azt a döntést, vagy nem tartaná azt a döntést, hogy az árfolyam kockázatot is a visszamenőleges hatállyal a bankok vállalják fel. Igen, ám, de ennek az ügynek volt egy harmadik szereplője, mégpedig a társasági nyereségadó befizetése révén. És akkor most elnézést a vulgáris példáért, hadd mondjak egy távol eső példát. A fennálló törvények értelmében, ha egyébként szexuális szolgáltatás után valaki számlát kérne, azon annak kellene szerepelnie, hogy máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás. Egyébként nem csak Magyarországon, Németországban is, és több más nyugati országokban is egyéb bevétel címszó alatt lenne számlaköteles. Tekintsünk el attól, hogy ez mennyire életszerű, és mennyire nem, és hogy ezt mennyire követi az élet, mennyire nem. Arra szeretnék csak kiukadni, hogy a prostitúcióból ilyen értelemben részesedni kíván a nyereségadó befizetése révén az állam. Na most innentől kezdve el lehet vitatkozni ezen, hogy mennyire tisztességes, vagy mennyire nem. És nagyon hasonló a helyzet a devizahiteles konstrukcióknál is. Ugye az, hogy kvázi cinkos társá előlépett egy csendes társ törvényi erőnél fogva, nevezetesen, hogy neki nyereségadót kell fizetni, ez az ő egyetemes kártérítési felelősségét is felveti az egész konstrukciót, illetően a károsultak javára. Az valahogy bántja az igazságérzetünket, hogyha itt ezt az egészet a bankok, mint hitelezők és a hitelfelvevők, azaz adósok között osztaná meg a törvényjavaslat. Ugye többen azt szorgalmazták a fel nem olvasott hozzászólások keretében is, hogy az eredeti 150 forint per svájci frankos árfolyamon lenne ildomos a hiteltörlesztés. Igen ám, de ez az akkor forintot fölvett adósoknak a érdekét sértené, hogy kvázi jobban jártak akkor a devizahitelt felvevők ezzel az állami segítséggel, mert ugye ez csak az állam tudná megsegíteni, lévén, hogy a kúria jogegységi döntése alapján ez nem piackonform. És akkor itt elérkeztünk az egész konstrukciónak a keresztény megítéléséhez. Olyan szempontokat kellene behoznunk, ami a szokásos törvénykezésben nem ismert. Miért nem ismert? Hát azért nem, mert ugye a mindenkor fönnálló törvények a törvényes igazságszolgáltatás alapján működnek. A keresztény etika a szociális igazságosság fogalmát használja, ami azt jelenti végül is, hogy a közjót kell, hogy biztosítsa.
Más szóval mindenkinek a magáét. Egy definíció szerint szociális igazságosságon azt az átfogó igazságosságot értjük, amely a közjóra irányuló, harmonikusan struktúrált társadalom szerkezetből következik. Sajátosan a szegények védelméből indul ki. A szegények iránti elköteleződésnek értelmében törekszik a szociális igazságosságra. Hát ezt járjuk egy picit körül, érdemes. Ebből nyilvánvaló, hogy a szociális igazságosság nem egyenlő a törvényes igazságossággal, hanem annál lényegesen több. Vagy más szóval kell a piac, minden gazdasági struktúrában nyilvánvalóan szükséges, de kell egy kiegészítő állam, amit a piac nem tud felülbírálni, nem tud überelni. Az államnak erősebbnek kell lenni adott esetben, mint amit a piaci feltételek diktálnak. És az etikai értékeknek korlátoznia kell tudnia a piacot, legalábbis optimális esetben. Vagyis mit hiányolunk? Hiányolhatunk, ha hiányolunk, ebben a devizahiteles konstrukcióban. A szociális igazságosság jegyében azoknak a teljes, vagy legalábbis arányos kompenzálását, nem 25-30% arányban, hanem mondjuk olyan arányban, amilyen arányban a haszonból részesedtek. Első megközelítésben mondjuk azt, hogy egyharmad arányban, és akkor a bankok javára zárójelben annyit meg kell jegyezni, hogy ha az állam ebbe maga is belépne pénzügyi forrásokkal, akkor a bankoknak se ennyibe kerülne akár ennek a 25-30%-nak a visszatérítése is. Természetes, hogy a hitelfelvevő is ludas ebben az egész játékban, függetlenül attól, hogy rábeszélték, függetlenül attól, hogy ismerjük, hogy a reklámoknak milyen hatása van, bárne akkor, amikor annak idején utána dobták az embereknek, és ezzel most nyilván nem a jelenlegi kormányzatot szeretném minősíteni, hiszen amikor ez az egész elindult, akkor éppen egy korábbi államilag támogatott kedvezményes forint kölcsönt szüntetett meg a baloldali kormányzat, és kergette az embereket ennek a devizahitelezésnek a csapdájába, amit természetesen akkor nem tudott senki előre, hogy hol fog kiukadni. De azért az több mint érdekes, hogy a statisztikák azt mutatják, hogy az európai térségben, mert hiszen a világ más részein ez a devizahiteles szokás nem igazán vált piacképessé, a döntő mértékben Magyarország volt az a terület, ahol ezt sikerült elterjeszteni. Én nem érzem magam feljogosítva arra, meg kellő információm sincsen, hogy mik lehettek ennek az okai. Csupán érdekes tényező, innentől kezdve lehetne mindenféle összeesküvés elméleteket is gyártani, de ennek sok értelme nem lenne. Egy biztos, hogy keresztényként azt kell, hogy mondjuk, hogy a szociális igazságosság jegyében ez a devizakonstrukciós javaslat, ami most tárgyalás alatt áll, ez jó, ez szép, ez nagy előrelépés, de még nem elég. Ennél bizonyára a károsultak kompenzálása érdekében többre van szükség, és hadd emlékeztessek csak ennek keretében arra, hogy most csak egy viszonylag szűk szerete érintett a rendezésben, mert hiszen azok, akik öngyilkosok lettek, azok, akik már tönkrementek, azoknak, akik a lakását elárverezték, nem érinti. Azok helyzete olyan, amilyen. Ők most kellő indulattal magukban, hát, hogy mondjam, megfelelően viszonyulhatnak a helyzethez, akár tudomásulvétel, akár tiltakozás céljából, de egy biztos, a szociális igazságosság nem engedi meg, hogy ők kívül maradjanak az eddig rendezett körön. És végül is
vannak itt nem csak magánszemélyek, hanem becsületesen dolgozó társaságok és vállalkozások is, akik a csapdájába estek ennek a devizahitelezésnek. Ők sem tagjai ennek, holott a másik oldalon ennek a hasznából, ennek a rossz terméknek tisztességtelen hasznából igenis nagy hasznot húztak a bankok, és a társasági adó mértékének megfelelően a magyar költségvetés is. Elmondom most akkor a telefonszámot még egyszer, mert innentől kezdve van már miről eszmét cserélni és vitázni, hogyha valakinek erre vonatkozóan kedve támadna. 061-es 808 95 55-ös vonalas telefonszám. És akkor hadd mondjak most a negatív példa után egy másik olyan hírt, amelyik ugyan a devizahitelezéshez is kapcsolódik, egyáltalán a banki problémához, de a viszonyulást, hogy lehet ezt megfelelően, anélkül, hogy öngyilkos lenne valaki, anélkül, hogy tönkre menne, vagy összeroppanna valaki, tolerálni, vagy megfelelően viszonyulni. A HVG legújabb számában egy interjút olvashattunk egy vállalkozóval, nem titok, úgy hívják, hogy Csiki Bege Lajos. Teljesen nyilvánosan itt szerepel minden adat, úgyhogy nem követek ezt semmiféle személyiségi jogok elleni rémtettet, hogyha idézem a cikket névvel együtt. Annál is inkább, mert számomra meg kell mondjam, nagyon pozitív ez a híradás. Részleteket olvasok csak egyébként. Amit a vállalkozóról tudni kell. A székelyföldi Gyergyó Csomafalván született 1966-ban. 1992-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát, majd 1995-ben a Közgazdasági Egyetemet is abszolválta. A balatonparti vendéglátóhelyek beszállítójaként finanszírozta tanulmányait, 1993-ban pedig megalapította a kis teherautók értékesítésével foglalkozó Csiki Bege Kft-t, amely a 2000-es években piacvezető lett. Azt hiszem, sokan közülünk az utcán sok alkalommal találkozhatunk ilyen ponyvás autókra vagy furgonokra kiírva ezzel a névvel. Békásmegyeren felépítette Európa első autóplázáját, fogászati klinikát, wellness és fitness centrumot, oktató és konferencia központokat hozott létre. A 2008-as válság miatt a Veresegyházi zöld lakóparkját már nem tudta befejezni. A számos üzleti fair play díjjal elismert üzletember, aki büszke arra, hogy az adószabályokat betartva, senkit sem korrumpálva érte el sikereit, 2009-ben a tartozásai hitelei kiegyenlítése után csalódottan és bankjaitól átverve felszámolta a magyarországi vállalkozásait. Most Ausztráliában él feleségével és 3 gyermekével, ahol új üzleti modell alapján környezetbarát építkezéssel foglalkozó vállalkozását fejleszti. Róla szóló információ után pedig az interjúból röviden még idéznék, amit úgy gondolom, hogy érdekes lehet. Kérdés. Önt sosem lehetett kísértésbe hozni, hogy némi versenyelőnyre tegyen szert a politikához dörgölözéssel, csúszó pénzzel? Manapság ugye a korrupcióról beszélni, pro és kontra nagyon divatos és indulatokat keltő, amúgy ilyen értelemben hálás téma. Válasz. Szeretek jól aludni, és büszke vagyok arra, hogy sohasem kértem senkitől ilyen szívességet. Igaz, megtapasztaltam azt is, mennyire nehéz sehová sem tartozni. Ahogy nem fizettem csúszópénzt annak idején az első teherautóim vámolásakor vagy üzembehelyezésekor a vámosnak, a vizsgabiztosnak, úgy az autóplázám megépítését engedélyező hatóságnak sem. Pénzt sem osztottam vissza bankároknak a hiteleimből, ahogy azt, mint kiderült, sokan tették. A legrosszabb az volt, hogy mindenkinek, a vállalkozókat eleve bűnözőként kezelő adóhivataltól a bankokig, azt kellett bizonygatnom, hogy én becsületes vagyok.
mert már el sem hiszik rólad, hogy te más érték szerint vállalkozol. Emiatt hagytam ott annak idején az orvosi pályát is. Nem csak a kollégáim néztek rám rossz szemmel, amiért nem fogadtam el hálapénzt, de volt, hogy a betegem kérte, inkább mondjam meg, hogy halálos beteg, mert nem érti, mi másért utasítom el a borítékot. Közben például mi sosem kaptunk pályázati pénzeket, támogatásokat, és én 40%-os önrészsel finanszíroztam, majd buktam el a befektetéseimet. A versenytársai közül sokan úgy vették ki az első 10%-ot, hogy még bele sem tették a magukét. Azóta sem javult a helyzet, tisztelet a kivételnek. A vállalkozások csak az uniós pénzek korrupcióval társított visszaosztása mellett jutnak forráshoz, megrendeléshez. Erkölcstelen játék ez. Ha valaki kompromisszumokat köt, akkor a haszonélvezője lehet a politika és a gazdaság összejátszásának, ám ez a hozzáállás megmérgezi a teljes magyarországi vállalkozási környezetet. Kérdés, most legalább a szívét melegíti a bankok elszámoltatása? Válasz, nyomát sem látom annak, hogy a bankokat a cégekkel kapcsolatban is el akarnák számoltatni, pedig a károk, beleértve az államéit is, tetemesek. Amit én ebből megéltem, az az, hogy amikor például a jó adósból balesetszerűen egy csapásra a bankok betegosztályára kerültünk, ott teljesen új arcok, minket nem is ismerő bankárok döntöttek a sorsunkról, a betegosztály és a bankárok idézőjelben. Semmi más nem érdekelte őket, csak hogy hiénaként szaggassák le a húst a még élő szervezetről. Lehetetlen állapot, hogy a bankok sokszorosan túlbiztosítják a kihelyezett hiteleiket, miközben valós kockázatot nem vállalnak. A felszámoló cégek sem abban érdekeltek, hogy a problémás vállalkozás még működőképes, vagy azzá tehető részeit jobb kondícióba hozzák, hanem hogy vigyék, kijátsszák, amit még lehet. Hihetetlen vállalkozói vagyonok egy-egy életmunkájának eredményei kerülnek így ebek 30-adjára. Amikor sok-sok sikeres év után először jelentkeztek nálunk a bajok, hiába készítettünk reorganizációs terveket, a bank visszatartotta a vállalt kifizetéseket, árfolyamveszteségeket blokkolt a számláinkon, olyan likviditási problémát idézve elő, amit csak a magán és a cég vagyonom beáldozásával tudtam kezelni. Ráadásul a bankom még föl is jelentett, hogy időt nyerjen a vezetői prémiumosztásig, és hogy megszerezze a cégeim vagyonát. Még ilyen körülmények között is visszafizettem a hiteleket, átadtam a tőlünk megrendelt járműveket és lakásokat. Bocsánat, ez egy kicsit hosszú volt. A műsor alcíme Színe visszája. Tehát láttuk ugyanannak az ügynek a színe visszáját is a sajtóból. Borzasztóan kíváncsi lennék egyébként az önök véleményére is ebben a abszolút mai és 400 000 embert, azaz 400 000 családot, azaz körülbelül 1 millió embert érintő témában, és egész biztos vagyok benne, hogy önök között is, kedves hallgatóim, bizonyára vannak érintett személyek. Ahogy ígértem, mennénk tovább, mert összesen 4-5 olyan példa van, ami, még egyszer mondom, abban közös, hogy mindegyik törvényes. Itt most már talán egy idézőjelbe tehetjük a törvényes szót, miután megismerkedtünk a szociális igazságosság fogalmával, a törvényes igazságszolgáltatás, vagy igazságosság, bocsánat, fogalma mellett. Nézzük is akkor a következő cikket, amit hoztam magammal. Ez szeptember 10-én jelent meg a Blikben. Hát itt is a név szerepel, úgyhogy idézem a cikket. Most egy pillanatra elgondolkodtam vagyon, hogy nem hibázok-e, hogyha idézem, de mondom, így szerepel a cikkben is. Beperelte az államot a haldokló férfi.
György Zsolt 38 éves haldoklik, ezt a családja is jól tudja. A férfi 80 még élő és 100 aszbesztmérgezésben már elhunyt sorstársa miatt is küzd, beperelte az államot. Szerda délelőtt kezdődik, írta ezt szeptember 10-én a Blik, a magyar Csernobil per első tárgyalása a Budai Központi Kerületi Bíróságon. Zsolt állapota miatt gyorsított eljárással. Úgy tudom, körülbelül 30-an perelünk, én vagyok az első. Orvosi papíron van, hogy aszbesztmérgezés miatt haldoklom. Ezért igyekeznek a tárgyalásokkal, magyarázta Zsolt. A férfi a fájdalomtól már aludni sem bír. A mellhártyáján nőtt tumor miatt szervezete védekezésképpen burokba zárta a tüdejét, az nem tágul rendesen, így alig kap levegőt. Óránként 30 mg morfiummal csillapítják a fájdalmát, és legfeljebb fél éve lehet még hátra az életéből. Két árvát hagy majd maga után. Egyik kisfia ráadásul izomsorvadásban szenved. A két falu, Sejp és Zagyvaszántó temetőinek több mint fele aszbesztózisban elhunytak sírjával van tele. Egyik barátomat a múlt héten temettük el ugyanezért. 14 éves koromig a cementgyártól 30 méterre, most a családommal 800 méterre élünk. Az aszbesztet 12 évvel ezelőtt mérgező anyagnak nyilvánították, a kihalt 3,5 hektáros gyártelep, amelynek tulajdonosa külföldre szökött, mégis bekerítetlenül áll. 3 éve viszi a szél a mérgező port, mondja Zsolt, aki azért az államot pereli, mert amikor 20-30 éve, ennyi a lappangási idő, a tüdejébe került a mérgező aszbeszt, a gyár még állami tulajdon volt. Tavaly májusban bontotta le a tulajdonos cég a 6 hatalmas sílót és a gyárkéményt. A por a búzatábák fölött 1,5 méter magasan hömpölygött a környéken. Azóta az iszonyatos mennyiségű mérgező törmelék úgy heverott, ahogy ledőlt, csak a vasat hordták el a guberálók, mondja Zsolt, akinek felesége 3 állásban dolgozik, hogy eltartsa beteg kisfiúkat és férjének fizethessék a gyógyszereit. Ügyfelemnek stabil külföldi állása volt, majd egyik napról a másikra fáradékonnyá vált. Az orvosi vizsgálatok után közölték vele a halálos diagnózist. Mezotelióma, vagyis a mellhártya rosszindulatú daganata. Jelenleg a legerősebb morfintapaszokkal és a biztos halál bizonytalan időpontjával éli mindennapjait, mutatta a Bliknek az orvosi leleteket az áldozatok és Zsolt ügyvédje. Nos, megrendítő hír. Mi lehet a közös? Látszólag törvényes háttér. A múltból, úgynevezett átkozásból származó teher, szó szerint súlyos aszbeszteher, amit igazából, mint palackból a szellemet, az új tulajdonos, aki nyilván a rendszerváltás után kiprivatizálta ezt a gyárat, lebontott, és azután eltűnt. Mit mond ilyenkor a szociális igazságosság érzetünk? Nyilvánvaló, hogy valamiféle helyreállítás után kiállt. Azt a kárt, azt a rombolást, amit az előd állam okozott, sajnálatos módon a jelenlegi kormányzatnak, a jelenlegi államnak viselnie kell. Azt, hogy etikailag mit kezdjünk egy ilyen tulajdonosnak a hozzáállásával, az meg nyilván büntető ügy után kiállt. Feltételezem, hogy a hatóságok a megfelelő lépéseket ez irányban meg is tették, bár erről a cikk nem tesz említést, de feltételezem, mert ezt így érezném logikusnak, meglepődnék, hogyha nem így lenne. Néhány szó egyébként, hogy mi is ez az aszbesztmérgezés, mert én sem tudtam egyébként, mi ez az aszbesztózis.
az aszbeszttel összefüggő betegségeket az aszbesztszálak belélegzése okozza. Nincs rá gyógymód, de a korai felismeréssel megakadályozható a további állapotromlás. Az aszbeszt egy természetben előforduló rostos ásvány, mely gyakran megtalálható csövek és tartályok szigetelő anyagában, valamint cserepekben és más építőanyagokban. Az 1970-es években széles körben alkalmazták, mert erős és tartós anyag. Ha az aszbeszt megsérül, a finom szálak a levegőbe kerülnek, ahonnan pedig belégzés útján a szervezetbe is bejuthatnak. Mikor ezek a szálak behatolnak a tüdőszövetbe, gyulladásos reakciót váltanak ki. A szervezet felismeri, hogy baj van, ezért fehérvérsejteket küld, hogy megtámadják és bekebelezzék a szálakat. A szálak azonban általában ellenállnak, elpusztítják a fehérvérsejteket, így további gyulladás alakul ki. Illetve a tüdő visszafordíthatatlan hegesedése, más néven a fibrózis. Az aszbeszttel való érintkezésnek nincs ismert biztonságos mértéke. Általános vélemény, hogy minél hosszabb ideig lélegzik be valaki, és minél nagyobb mennyiségben, annál esélyesebb rá, hogy megbetegszik. Az aszbeszt hatásai gyakran csak 25-40 évvel később jelentkeznek. Főbb tünetei a légszomj, eleinte csak terhelésre, később nyugalmi állapotban is. Ehhez társulhat fáradékonyság, köhögés, mellkasi szorító érzés és fájdalom. Az aszbeszt a mellhártya megvastagodását is okozhatja. Ez a hártya húzódik végig a tüdő külső felületén. Ezt gyakran csak akkor fedezik fel, mikor más okból röntgent felvételt készítenek. Ha a megvastagodás súlyos mértékű vagy nagyon kiterjedt, az gátolja a tüdő működését, mely légszomjában nyilvánul meg. Azt hiszem, hogy ennyi ebből a témából elég, és most itt említeném meg azt, hogy amikor a műsort kezdtem, hogy olyan környezetben kell élnünk, ahol szinte naponta bennünket frusztráló eseményekkel találkozunk, akkor talán nem ilyen fajsúlyú eseményekre gondoltak. Először, amikor erre a műsorra készültem, bevallom, hogy én sem. Ezért, ha egyikük másikuk kedves nézők közül úgy gondolja, hogy akár az egyik, akár a másik, akár a következő valamelyik esemény áldozatát valamilyen módon megkívánja segíteni, akkor a Bonum TV szerkesztőséggel nyilvánvalóan segít, hogy ez a kapcsolat létrejöjjön. Ennek a műsornak egyébként nem ez volt a célja. Igazából mi, akik tehetetlenül állunk az ilyen jelenségekkel szemben, apropó tehetetlenül kérdezem vissza, mert hiszen a műsor végére ígértem azt, hogy mi, akik szerencsésen legfeljebb csak frusztrálva érezzük találva magunkat, mit tehetünk annak érdekében, hogy békében, kiegyensúlyozottan éljünk, különösen advent indulásakor. Ezt az aszbesztet azért említettem, mert van itt egy sokkal ismertebb katasztrófa is a háttérben, ezt nem fogom ilyen részletesen elmondani, mert sokkal közismertebb. Ez pedig a 2010. október 4-én történt Vörösiszap katasztrófa, ahol mintegy 700 ezer köbméter erősen maró vörösiszap árasztotta el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely egyes területeit, kevéssel déli 12 óra után, miután átszakadt a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedő ZRT tározójának gátja. Minden idők legnagyobb hazai vegyi katasztrófája 10 ember életet követelt, 226-an sebesültek meg, és több mint fél ezer embert ért kisebb-nagyobb kár. Sokan mindenüket elvesztették a házukat a tetőmagasságig elárasztó vörösiszap árban. Szűk másfél évvel később az ügyészség 15 ember ellen emelt vádat. A per még javában tart a veszprémi törvényszék előtt.
Nem kívánom azzal untatni önöket, hogy az azóta beindult per milyen jogi csűrcsavarokon keresztül bukdácsol, mert hiszen az azóta eltelt idő meglehetősen hosszú. A frusztrált közvélemény szeretne valami konkrétumot kapni, nem csak a büntetőügyi vonatkozásban, hanem az áldozatok szociális igazságosság jegyében történő megsegítését illetően is. Nemrégen volt az első perről egy híradás, ami arról szólt, hogy a polgári pert megnyerte a felperes, és hát a MAL ZRT-t, illetőleg a felszámolót kártérítésre kötelezte. A többi károsult egyelőre várja a büntető ügy kimenetelét, feltételezhetően azért, hogy milyen eséllyel tud majd a polgári peres eljárás keretében kártérítéshez jutni. Most már három ügyünk van, amit olvastam. Mi a közös bennük? Mindegyikben van valamiféle olyan felelősség, ami nehezen kézzel fogható. Egyfajta személytelenség, ami nagyon megnehezíti a felelősség kimondását és megállapítását. Ezért mind a három esetre méltán elmondhatjuk, hogy a strukturális bűn kifejezett formája. Amikor azok az apró mulasztások, amit a közreműködők egyike másika, vagy mindegyike hozzátett, mert hogy a kialakult erkölcsi, morális szokások alapján ez ellen senki sem tiltakozott, akkor borzasztó nehéz megállapítani azt, hogy ki volt az az egy személyi bűnös, aki felelős mondjuk a gátszakadásért, felelős Zsolt állapotáért és sorstársai állapotáért, vagy felelős a devizahitelesek sanyarú helyzetéért. A strukturális bűnnek éppen az a jellegzetessége, hogy az egyéni bűnök intézményesülnek, elfogadást nyernek. És ahogy a bevezetőben említettem néhány példával, az eutanázia, az abortusz, a genderprogram, a prostitúció, a devizahitelezés, ezek mind törvényileg szabályozott tevékenységek, sőt, adóbevételt eredményező tevékenységek. És ezért a mindenkori állam cinkos felelőssége mindegyik ügyben benne van. Minimálisan azon a szinten, hogy olyan törvények léteznek, ahol az ilyen ügyek megtörténhetnek. Hogy következményekkel vagy következmények nélkül, azt nem tudjuk. Pont ezért tettem én a műsorba ezeknek az ügyeknek az ismertetését, mert ennek a nem ismerete frusztrálja a közvéleményt. És megkülönböztetetten a közvéleményen belül, ugye azt a kérdést, hogy egy keresztény hogy gondolkodhat ezekről. Hogy állapítson meg egy megfelelő értéksorrendet, akkor, amikor a kúria jogegységi határozata mondjuk a devizahiteles perben arra való hivatkozással, hogy nem piackonform megoldás, nem marasztalja el a bankokra történő kárhárítást, nem teszi lehetővé a bankokra történő kárhárítást. Itt erős ütközés van a törvényes igazságosság és a szociális igazságosság között. A szociális igazságosság minimuma az, hogy a károsultak akármilyen értéksorrend szerint kompenzálva legyenek. Azt kell mondani, hogy a szeretet minimuma az igazságosság, méghozzá ez a fajta szociális igazságosság. Ugye a törvényi igazságosságban nem kell szeretet után kutatni. A szeretet fogalma azért megkülönböztetett ebben az egészben, mert miért is? Mert a szeretet a fő parancs.
Tehát ahol nincs szeretet, ott bizony a fő parancs teljesítése sérül. És a szociális igazságosság, amint a szeretet minimuma, magán hordozza ezt a keresztény felfogást, és ezért ennek a szempontjait és ennek az értéksorrendjét jó, hogyha egy keresztény ember megpróbálja követni. És még egy kísérlet miatt bemondom a telefonszámot, ami 0618089555-ös vonalas szám, és elmondom az utolsó példát, mielőtt rátérnék annak az elmélkedésére, hogy akkor mit tehettünk mi keresztények az ilyen ügyekben. Ez egy abszolút friss mai internetről leszedett hír. Kénytelenne vagyok egyet füttyenteni, amikor a címet felolvasom. Egy csúszott ki a katétere, piszkálta biztosan. Tehát itt az egy után egy cifra szó következik, csúszott ki a katétere, piszkálta biztosan. A cikk írója azt írja, hogy egy rutin műtét után fekszem egy budapesti kórház intenzív osztályán. Az elmúlt két hétben háromszor halasztották el a műtétet sürgősebb esetek, torlódások és vérhiány miatt. Segítőkész gyerekeink meghozták az áldozatot, így a műtét végre megtörténhetett. Az intenzíven 6 ágy van és 2 nővér. A miénk A nővér, a szemközti 3 betegé B nővér. Délután mentővel behoznak egy szörnyű állapotban lévő fiatal nőt, akin sürgősséggel valamilyen életmentő műtétet kell végrehajtani. Nem sokára néhány orvos és nővér veszi körül, és kikérdezik a folyamatosan jajgató, sikoltozó nőt. Ágyunkat egy-egy vászonfüggöny választja el egymástól, apatikusan hallgatjuk az asszony legintimebb adataira vonatkozó kérdéseket, válaszokat. Hely, beteg jogi megbízott, hol vagy most? A stáb elmegy, az asszony folyamatosan sikoltozik. A nővér türelme elfogy, öblös hangján rászól a nőre, hogy ha nem hagyja abban, még sokkal jobban fog fájni, majd meglátja. Estig, amíg szegény a műtébe kerül, ez jó néhányszor lejátszódik. Az operátnő éjjel kerül vissza, addig pihennénk, alvásról szó nem eshet. A két nővér a nyitott ajtó mellett a folyosón ül, és hangosan beszélgetnek, vihognak, megismerjük baráti körük és családjaik mindennapjait. A szemközti ágyon idős bácsi fekszik, vékonyka hangon hívogatja a nővért. Fejünk felett nincs nővérhívó zsinór, amilyen a kórtermekben van. Nyilván azért, mert folyamatos felügyelet mellett fekszünk. Egyszer csak csoszogást hallok az ágy felől, a bácsi feltápászkodott, kibotorkált. Majd B nővér felcsattanó hangját hallom, és itt a cikkíró írja zárójelben, bocsánat, szó szerinti idézet következik, én meg füttyentek egyet, egy csúszott ki a katétere, piszkálta biztosan. Majd meglátja, hogy fog fájni, ha visszadugják. A kórterem megváltás, most már csak a nyomorúságos ellátást és a végletekig lestrapált, kizsigerelt egészségügyi dolgozók frusztrációját kell elviselnünk. A nővér rossz kedvű, siet, szemkontaktust nem tudsz vele létesíteni, nyilvánvaló, hogy rangban messze felettünk áll. Ha erőszakosabb vagy, megtudod, hogy ha befejezte a mostani feladatát, majd jön. Nem jön. Az orvosok is lestrapáltak, de legalább többségüknek jobb a modora. 10-12 orvos közül 2 üdítő kivétellel találkoztam ebben a középkori siralmas ispotályban. D. doktor komoly, határozott fiatalember, vizitkor minden beteget megszólít, szemébe néz, kikérdez, véleményt mond. S. doktor az egyetlen, aki mosolyogni tud. Szívesen beszélget a betegekkel, megszorítja a rémülettől bénult, műtétre váró beteg karját, rámosolyog, ne féljen. Talán az egyetlen, aki már az empátiájával is gyógyít. Túléltem, talán csak egy rossz álom volt. Ennyi a cikk. És akkor nézzük most, hogy az ilyen esetekben
mit tehetünk. Ugye mind a négy meglehetősen frusztrál bennünket. Van, amelyikben az az érzésünk, hogy nem egyenes. Félrevezetnek, megvezetnek minket, és hány ilyen van a hétköznapokban. Kezdve a boltoktól egészen a különböző hivatalok packázásáig. Itt azonban ezekben ennél többről van szó. Nem packázásról, nem félrevezetésről, legalábbis nem egyszerű félrevezetésről, hanem a jó akarat teljes hiányáról. Az etika alaptörvénye, ahogy nekünk még anno a hittudományi főiskolán tanították, az etika alaptörvénye a jó akarat. És a közlekedés erre talán a legjobb példa. Mindenki közlekedni akar. Be akar fordulni, meg akar állni, le akar állni, parkolni, stb. Akkor is, hogyha a kelleténél többen vagyunk. És ha nincs jó akarat, akkor ebből általában türelmetlenség, frusztráció, esetleg komolyabb következmény származik. Mit is mond az angyal most stílusosan advent indulóján Jézus születésekor? Békesség a jó akaratú embereknek. Ez a békesség a lelki, belső megnyugvásunknak az áloga. Tehát amikor azt a kérdést tesszük föl, hogy hogyan viszonyuljunk ezeknek a helyzeteknek a lekezeléséhez, akkor olyan eszközöket kell választanunk, ami ezt a belső lelki békét meg tudja teremteni bennünk. Milyen eszközeink vannak? Hát borzasztó egyéniség függő. Van, aki ezekben a helyzetekben stresszes lesz, krízisbe kerül, netán traumás helyzetbe kerül. És az, hogy mi idézi elő ezeket a helyzeteket nála, az teljesen egyéntől függő, egyéni érzékenységnek a függvénye. Ugye a stressz még az az állapot, amit saját erőforrásból tudunk kompenzálni. A krízis az az, ahol egy külső közreműködő segítségre van szükségünk. És hogyha ez állandósul, akkor beszélünk traumáról, tehát ez egy egyre erősödő fokozatú olyan állapot, amit egyszerű szóval mondhatunk úgy is, hogy rosszul érzi magát a bőrében, enyhén szólva. Mit is kérdezett Jézus a vakembertől? Mit szeretnél, hogy tegyek veled? Hogy gondolkozunk el ebben a négy példában, hogy válaszolna a vakember mellett, hogy a vakember mit mondott, azt mondta, hogy lássak. Mit válaszolna a devizahiteles, hogy megszabaduljak a megkötözöttségemtől, az adósság rabszolgaságtól. Mit mondhat vajon a haldokló férfi? Azt hiszem, teljesen az isteni gondviselésre bízza magát. Legyen meg a te akaratod, a végső belenyugvás. Jézus pontosan tudja, hogy kinek mire van szüksége. És ha csak annyit mondunk neki, hogy nagyon fáj, ő már tudja abból, hogy hol kell gyógyítani. Ő a legnagyobb gyógyító, de a gyógyításhoz nekünk is meg kell tennünk a magunkét. Többek között olyan dolgokat, hogy az ilyen frusztrációk hatására kialakuló negatív indulatokat megpróbáljuk megfelelően kezelni. Mi ezeknek a legjobb módszere? Hát ha kellően idősek vagyunk, és kellő élettapasztalat van mögöttünk, és szerencsére vannak fiatalok is, akiknek szerencsétlenségükre ez a fajta tapasztalat nem áll rendelkezésükre. Tehát a szerencsésebbek föl tudnak idézni bizonyára olyan életeseményeket,
amik után az ő életük története úgy alakult, hogy ok-okozati összefüggéseket már szépen föl tudják vázolni, és a gondviselésnek a lencséjén keresztül az isteni gondviselés nyomát, ahogy Tóth Árpád versében olvashatjuk, Isten oltó kését, késének a nyomát magukon észre tudják venni. És ennek a tükrében már értelmet nyer minden közbenső frusztráció, sőt szenvedés is. Legyen az akár csak egy stressz állapot, amit este megpróbálunk elalvás előtt egy imával feloldani. Legyen egy komolyabb krízis, ahol a segítőt azért küldi a Jóisten, hogy megpróbáljon bennünket abból a krízisből kihozni. Vagy netán komolyabb esetben, egy trauma esetén, hát a megfelelő szakembernek a segítsége, de a mi hozzájárulásunk, és ebben az esetben nyilván sajátos eszközrendszere van egy keresztény embernek, mindenképpen szükséges. Milyen eszközrendszere van egy keresztény embernek? Például az, hogy ami történt, azért képes köszönetet mondani. Sőt, mi több, a legbocsánat rohadtabb élethelyzetért képes már hálásnak lenni. Amikor arról olvastam egy könyvet, hogy egy középkorú anya 10 év alatt hogy volt képes odáig eljutni, hogy a fia gyilkosának megbocsásson. Nagyon érzékletesen számolt be erről a folyamatról. Egyrészt volt ennek egy olyan felismerés a hátterében, hogy önmagát teszi tönkre. Az elején gyűlölet, az a idővel ugyan mérséklődő ellenszenv, ami csak a 10 év elteltével tudott a megbocsátásig eljutni, rájött arra, hogy a negatív indulatoktól saját magát mérgezi, a fiát már nem tudja visszahozni. És itt elérkeztünk akkor az egyik nagyon fontos keresztény eszközhöz, a viszonyuláshoz. A keresztény viszonyuláshoz. Tehát a köszönet és a hála, annak megértése, hogy mi miért történt, vagy ha nem is értjük, ennek a miértjét a kutakodás helyett rábízzuk a Jóistenre, ez eljuttat bennünket egy olyan lelki állapotba, ami egy pozitív erőforrást jelent a számunkra. Történjék bármi, Istennel együttműködve, aktívan együttműködve, az Isten szeretőknek minden a javukra válik. És ez egy nagy erőforrás. Ezt követi akkor a megbocsátás és a kiengesztelődés, aminek egy hát borzasztó nagy szakirodalma alakult ki az elmúlt évtizedekben. Tudnék felfedezték, hogy nem csak lelki, hanem szomatikus pozitív hatásai is vannak a megbocsátásnak. Én most segítségül hívok néhány sort megfelelő szakkönyvekből a megbocsátásra. A megbocsátásnak megkülönböztetett szerepét próbálom megérzékeltetni Szent Mártoni Mihály Megbocsátás és kiengesztelődés című cikkéből. Ez a Vigiliában megjelent cikk volt 2008-ban még. Ő a megbocsátás és kiengesztelődés kapcsán érdekes megszívelendőket tesz közzé. Arra fókuszál, hogy mi a különbség akkor, hogyha személyek közötti konfliktust kell megbocsátanunk, tehát mondjuk az utcán rálép valaki a tyúk szememre, vagy az autóbuszon, vagy a villamoson, vagy netán a közterület felügyelő megbüntet, mert tilos helyen álltam, bár megjegyzem, ez azért nem hasonló előzőhöz, mert abban én voltam a tevékeny oka, feltételezve, ha tényleg tilosban parkoltam. De azokban a személyes sérelmekben, amikor mi úgy gondoljuk, hogy minket megsértettek, az emberközi kapcsolatainkban a megbocsátás egyfajta eszköztárra rendelkezik, és az úgynevezett strukturális bűnnel, az intézményesült bűnnel szemben állva,
meg egy kicsit másképpen érvényesül ez a megbocsátásnak az elve. Tudnék, ott szemét, ott nem személlyel állok szemben, ott egy rendszerrel állok szemben. A két esetben az a közös, hogy természetesen mindkét esetben el kell tudnom jutni odáig, hogy kiűzzem önmagamból tudatosan még hozzá a negatív indulatokat, felismerve, hogy az engem fog mérgezni. Sőt, és itt nem csak terápiás vonatkozásban értem, megakadályozza azt, hogy Istenhez közelebb kerüljek. Istenhez nem lehet közelebb kerülni negatív indulatokkal. Tűzzel, vassal ki kell írtani magunkból ezeket a negatív indulatokat. Könnyű mondani ezt persze. Pláne a példában említett szenvedő sorsú embereknek. De gondoljunk arra, hogy például egy kicsit folyamatában hasonló folyamat, a gyász folyamat is hasonló fázisokon keresztül löki az embert. Az első a mindenáron való tagadás. A következő a dű, akár még a jóistenre is. Egy kórházban arra ébredő beteg, hogy levágták a lábát, hát valószínűleg, hogy nem alkalmas arra, hogy magas töptű teológiai vigasztalást fogadjon magába. Jobbhoz hasonlóan ő Istenre panaszkodik. Ha megfigyeljük, egyébként, ha már említettem Jobb történetét, Jobb története nagyjából első felében az őt ért csapások miatt ő is Istenre panaszkodik. És szép lassan eljut oda, belátva azt, hogy semmire nem képes a saját erejéből, pedig akkor még ő nem ismerhette Jézusnak azt a mondását a szőlőtől szőlővesszők példabeszéde kapcsán, hogy semmit sem tehettek nélkülem. De erre Jobb az ő saját története kapcsán rájött, hogy ő nem tudja a miérteket megválaszolni, és ezért a történetének a második felében ő már Istennek panaszkodik. És a kettő között bár csak egy kis rag a különbség látszólag, óriási tartalmi különbség van. Mi is jó lenne, ha az esetek mindegyikében el tudnánk jutni, akkor is, hogyha az elején Istenre vagyunk dühösek, és Istenre haragszunk. Ez talán nem is bűn. Isten velünk van minden szenvedésben, és megérti. De el kell jutnunk a második feléhez, hogy Istennek tudjunk panaszkodni. Pontosan azt felismerve, hogy ő velünk van a legnagyobb krízis idején is. Notát Szent Mátoni Mihály néhány gondolatát idézném. Kérem, hogy figyeljenek arra, hogy milyen érdekes különbséget tesz a megbocsátás és megbocsátás között olyan esetben, amikor személyek közötti megbocsátásról van szó, ahhoz képest, minthogyha a személy egy kvázi intézményes, személytelen felelősséget nehezen megállapítható rendszerrel kerül szembe. Azt írja először a megbocsátás gyógyító hatása alatt. A terapeutikus megbocsátás azt jelenti, hogy az ember megbocsát a másiknak azért, hogy ezáltal megszabaduljon a kínzó gondolattól, amelyet a sértés okozott érzelmi világában, és így visszanyerje lelki békéjét. Ez esetben a megbocsátás nem a másik emberre irányul, hanem saját magunkra, életünk minőségére. Talán nem is illik rá a megbocsátás fogalom. Mert bármennyire is vonzónak tűnik az ilyen belső gyógyulási folyamat, amellyel elkülönítjük magunkat a másiktól, amellyel idézőjelbe lefejtjük őt magunkról, nem alkalmazható például társadalmi szinten, ahol a hivatalos hatalom nevében történtek igazságtalanságok. Lásd a felolvasott példákban. Továbbá azért sem elégséges, mert a társadalmi megbékélésnél pontosan a megromlott ember közti viszonyokat kell valamiképpen újraorvosolni, rehabilitálni. Ezzel szemben a terapeutikus megbocsátásnál az ember elzárkózik a másik elől. Ez egy érdekes gondolat egyébként,
ha belegondolok annak az asszonynak a élményvilágába, amit leírt a fia gyilkosának a megbocsátása kapcsán, nem gondolnám, hogy annak az volt a végállomása, hogy elzárkózott a fia gyilkosától. Meglátogatta a börtönben, figyelemmel kísérte a további sorsát. Ezt a megállapítást úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy minden esetre így kell elfogadnunk. Mindennek ellenére nem elhanyagolható a megbocsátásnak gyógyító jellege, annál is inkább, mert az ide vonatkozó kutatások igazolják ilyen nemű pozitív hatását. Aki nem hajlandó vagy nem képes megbocsátani, az rabja marad múltjának, és ezáltal beszűkül a jelenre és a jövőre irányuló nyitottsága. És ahogy említettem, nem csak az embertárs felé, ha személyközi konfliktusról van szó, Isten felé is. Istenhez közelebb kerülni nem lehet negatív indulatokkal. Mit is mond Jézus? Ha áldozatot akarsz bemutatni, először tedd le a haragodat és minden negatív indulatokat, engesztelődj ki embertársaiddal, és úgy gyere vissza. Ez érvényes ránk is. Tehát ha én súlyosan összeveszek valakivel, történetesen éppen mondjuk hétvégén, és vasárnap szentségekhez szeretnék járulni, hát át kell gondolnom, hogy mennyire volt ez súlyos. Ha végül is megnyugtató megoldást akar az ember, akkor elmegy egy paphoz gyónni, ha nem bízik a saját önismeretében. Mindenképpen a szentgyónás a megfelelő orvosság erre. A megbocsátás egy bizonyos téves mítosz szerint magánügy. Ha személy közi, akkor két ember között történő dolog, amihez senkinek semmi köze. Ezzel szemben a valóság azt mutatja, hogy minden törés két ember viszonyában kihat tágabb baráti, rokoni és ismeretségi körére is. Ha azt mondja valaki, hogy mondjuk egy párkapcsolati vita során, ha szeretsz, megbocsátasz, a logikának éppen az ellenkező irányba kell mutatnia. Szeretlek, ezért megbocsátok. Ahhoz, hogy a gonosz maradéktalanul győzedelmeskedjen, két győzelemre van szüksége. Az első győzelem akkor történik, amikor elkövették a rosszat. A második, amikor a rosszra rosszal válaszolunk a megbocsátás helyett. Mindkét esetben csak annyit érünk el, hogy megadtuk a rossznak az esélyt a második győzelemhez, mivel tovább él bennünk és tovább kínoz bennünket. Mindkét esetben az itt két példa volt, amit én most nem olvastam föl. Ahhoz, hogy helyesen emlékezzünk az elszenvedett sérelemre, úgy kell rá gondolni, hogy elemezzük azt is, mit jelenthetett a tett annak, aki azt elkövette, és mit jelenthetett a tágabb társadalmi környezet szempontjából. A visszaemlékezés ugyanis nem magánügy, hanem mindig van neki nyilvános vetülete. Az elszenvedett sérelem emlékét meg kell vizsgálni abban a tágabb társadalmi keretben is, amelyből a sértés, a kínzás vagy gonosz tett született, és amelyben lehetővé vált annak véghez vitele. Itt most a cikk alapvetően különböző politikai üldöztetésekre, meghurcoltatásokra, fizikai és lelki kínzásokra gondol. A lényeg az, hogy az empátiát tartja nagyon fontosnak, annak a megértését, hogy a másik helyébe képzelje be magamat, kicsit az ő szemével nézzem azt az eseményt, ami kettőnk között történt. Ez nyilvánvalóan, hogy társadalmi vonatkozásban nagyon nehéz lenne ezt a modellt végig gondolni, hiszen mondjuk egy vörösiszap katasztrófánál kinek a helyébe tudnám én képzelni magamat. Ott csak azt érzem, hogy én vagyok a egyértelműen a kárt szenvedett, a károsult az, aki szenvedett. És más nem tudok tenni, mint úgy viszonyulni a dolgokhoz, és a viszonyulást azt nem győzöm hangsúlyozni, a viszonyulás fontosságát, hogy
megbékélek, elfogadom azt, ami történt, megpróbálom értelmezni az isteni gondviselés lencséjén át, hívő szemmel, és megpróbálom azt a felismerést magamban kisajtolni, hogy az az okokozati összefüggés hova, milyen felismerésre vezet át engem, miért történhetett ez a dolog. Erre előbb-utóbb rájövünk utólag. Tehát azok az emberek, akik mondjuk a Vörösiszap katasztrófa után új házakba költözhettek, időnek egy kis távlatából vissza tudnak emlékezni arra, hogy éltek korábban, hogy élnek most. Lehet, hogy ahogy most élnek, ez jobb, lehet az is, hogy netán rosszabb, mint ahogy korábban éltek, de mindenképpen valamiféle, akár pozitív, akár negatív előjellel értelmet tudnak adni a történteknek. Egyébként nem feltétlenül kell ehhez az aktushoz hívőnek lenni, hiszen múltkor említettem valamelyik adásban Viktor Frankl-nak a példáját, aki a logoterápia megalapítójaként azt vallotta, hogy még a legrosszabb élethelyzetben is, ha értelmet találunk, akkor könnyebb átlendülni a dolgokon. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy ugyanabban az állapotban találjuk magunkat, mint a sértés előtt. És ezért gyakran összetévesztjük a megbocsátást a kiengesztelődéssel. A kiengesztelődés ugye az kölcsönös megbocsátás mindkét fél részéről. A hiteles megbocsátás az alázatosság légkörében történik, és megnyitja az utat a kiengesztelődés felé. És most végül egy utolsó gondolat még, amit kifejezetten társadalmi kiengesztelődés alatt említ. Azt mondja erre Szent Mátoni Mihály, hogy a megbocsátás három szinten történik. Egyéni szinten az ember megbocsáthat valakinek egyoldalúan, vagyis akkor is, amikor a másik nem igényli a megbocsátást. Emberközti szinten a megbocsátás folyamata bennfoglalja nem csak a megsértett fél részéről felkínált, hanem a sértést okozó személy részéről elfogadott megbocsátást is. És végül társadalmi szinten a megbocsátást inkább nevezhetnénk kiengesztelődésnek, megbékélésnek, mert, és ez a lényeg, feltételezi a jóvátételt. És ez valamennyi példánk végkicsengésehez elmondható. Tehát az ilyen típusú társadalmi bűnök, intézményesült, strukturális bűnök esetében a gyógyszer mindenképpen kell, hogy a jóvátételt tartalmazni. És ezért van hiányérzetünk az mindegyik felsorolt példák után, ezért érezzük magunkat egy kicsit átverve, egy kicsit megvezetve, egy kicsit frusztrálva. A társadalmi kiengesztelődés lehetőségét és feltételeit behatóan tanulmányozták a dél-afrikai teológusok is ott az apartheid rendszer keretében. A társadalmi kiengesztelődés célja ugyancsak közös jó biztosítása, amikor is nem csak azt keresjük, ami nekem jó, hanem azt, ami nekünk jó, és mindig a jövőre irányul. Első lépésként el kell ismerni az elkövetett erkölcsi rosszra vonatkozó igazságot. Második lépésként az igazság mellett az igazságosságot is érvényre kell juttatni, méghozzá nem a törvényes, törvényi igazságosságot csak, hanem azt a bizonyos szociális igazságosságot is. Még egyszer mondom, a szeretet minimuma a szociális igazságosság. És azt hiszem, hogy ennek a fajta, hogy viselkedhetünk mi az ilyen típusú példákban, amiket felolvastam, ez kellő muníciót ad számunkra, még folytathatnám egyébként, csak időhiányában már nem szeretném. Egy vonatkozással szeretném zárni a mai műsort. Ez pedig az, hogy, és itt segítségül hívom a tegnapi vasárnapi evangéliumot, ugyanis ez szoros összefüggésben van azzal a kijelentéssel, hogy a szeretet minimuma az igazságosság, a szociális igazságosság. Ezt úgy érhetjük nyomon, úgy követhetjük nyomon a tegnapi evangéliumban, hogy
Jézus elmondásában, amikor az emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében és helyet foglal a dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereklik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig balra. A király így szól a jobbján állókhoz, jöjjetek atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Mert éhes voltam, és ti el nem adtatok. Szomjas voltam, és ti innom adtatok. Idegen voltam, és ti befogadtatok. Ruhátlan voltam, és ti betakartatok. Beteg voltam, és ti fölkerestetek. Börtönben voltam, és ti meglátogattatok. Most a visszakérdezést nem olvasom, hanem folytatom ott, hogy ezután a balján állókhoz szól, távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni. Szomjas voltam, és nem adtatok inni. Idegen voltam, és nem fogadtatok be. Ruhátlan voltam, és nem takartatok be. Beteg voltam, és börtönben sídődtem, és ti nem látogattatok meg. Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, idegenként, vagy ruhátlanul, betegen, vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre? Ő pedig ezt feleli majd nekik, és most jusson eszünkbe a szociális igazságosságnak a definíciója, és a mai általam felolvasott példáknak a tartalma. Bizony mondom nektek, amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre. Most eltelt a mai együttlétünk is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Legközelebb egy hét múlva, jövő hétfőn, advent első vasárnapját követően fogunk találkozni, és akkor is valami olyasfajta erőforrást próbálok majd kelteni, kedves nézők számára, hogy ezt a adventi időszakot mégiscsak kellő békével a szívünkben, lelkünkben olyan szeretetteljes körben töltsék, amire az angyal utal, hogy békesség a jó akaratú embereknek. Jó éjszakát kívánok! Shoulder you can lean on. Come.